Végre felépült, hogy vérbeli csatárunk végre van. Igazából tudtuk, hogy nekik nem nagyon lesz sietős a mérkőzés olyan szempontból, hogy ameddig 0-0 az állás, vagy esetleg nem tudunk szerezni gólt, addig ők nem fognak kapkodni kint. Ő szempontjukban hazai pálya eredményt értek el, sajnos gondolom, hogy ott ment igazából a mérkőzés, bár időnként a mai mérkőzésen gondolom jól játszottunk. Sajnos a kínálkozó lehetőségbe egyet sem használtunk ki, és így gól nélkül még azt mondom, hogy nem tudunk nyerni egyszerűen. Az első mérkőzésen ugye, hogy így alakult 3-0-ra sikerült megnyernünk a meccset, így azt mondom, a második mérkőzésen a visszágon meg kellett tartanunk. Nem éreztem annyira jól az első fél időben, hogy annyira tudnánk kontrollálni a mérkőzést, mint hogy szerettük volna, mint hogy megbeszéltük. Én azt mondom, a videót annak ugye megvolt egy-két helyzete, amit hogyha berúgnak, lehet, hogy nehézkes lett volna a másik fél idő, de hál' Istennek, hogy nem. És ezáltal, hogy mi megszereztük a másik fél idő elején a győztes gólt is egyben, ezzel eldőlt a párharc. Azért vagyok bosszus, mert az első 20 percben nem kezdtük rosszul a mérkőzést. Sajnos továbbra sem sikerült sok helyzetet kidolgoznunk, viszont legalább játékban most már láttam pozitív dolgokat. Utána sajnos átvettük a legnek a játékát, ugye ezt a belementek ebbe a kicsit altató ritmusba. Most ebből nem tudtunk felpörögni. Két héttel ezelőtt az Agvembia Lubi ellen ugye le kell cserélni a 10. percben, mert a 4. percben egy szerencsétlen ütközés után vállamra érkeztem, és megnyúlt a vállamban a szalag. Ezáltal kisebb nagyobb fájdalmaim vannak még mindig, de tudtam játszani, beinjekciózva fájdalom csillapítókkal, de mindenképp akartam játszani, hogy a csapat hasznára legyek. Mik voltak a pozitívumok, amiket láttál? Nem az, hogy újra kezdünk bizonyos periódusokban nyugodtanban játszani. Tényleg az elmúlt időszakban nagyon kapkodó volt a játékunk, önbizalom hiányosak a játékosok sajnos, és persze így sokkal kevesebbet vállalnak fel. Persze most nehéz ezekből a mérkőzésekből túl sok pozitívumot kiragadni, de én azt mondom, nekünk most minden egyes apró dologba kapaszkodnunk kell, hogy elinduljunk felfelé. Több helyzet kell majd kidolgoznunk. Örülök neki, hogy a Fece végre felépült, hogy vérbeli csatárunk végre van. Azért neki is kell idő, hogy formába rendüljön, de azért az ő szerepe ma biztos nagyon fontos lesz a játékunkban. De hát ehhez persze helyzeteket is ki kell alakítanunk. Miért nem volt elkezdő? Igazából ezt megbeszéltük a mérkőzés előtt, hogy ha úgy alakul, akkor pályára fogok lépni, de sajnos tudjuk mindannyian, hogy az első mérkőzés úgy alakult, hogy nem nekünk állt a továbbjutás, és ebben a pillanatban, amilyen szériában vagyunk, és ahogyan állunk a bajnokságban, az prioritást élvez, úgyhogy az volt az elsődleges, de természetesen örültem, hogy pályára léptem, próbáltam segíteni a csapatnak, ma ennyi volt bennünk.